Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Szurkolói ankéta mutatta be új játékosait a kisvárdai futballcsapat. Két pontos győzelmet arattak a Vasas otthonában a kékcápák. Idegenben a Budaörs ellen kezdi a tavaszi szezont a Spari. 25 csapat vett részt a 4. Junior Kupa kézilabda tornán. 6-2-re nyert a Gyula vendégeként a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A címvédő Ibrányese sikerével zárult a 6. Nyírerdő Kupa foci torna. Szurkolói ankétot tartott csütörtök este a kisvárdai futballcsapat. A rendezvényen a klub vezetői bemutatták az új játékosokat és vázolták a tavaszi célokat. Minden játékos erősítésnek számít, annál is inkább, mert olyan posztra hoztuk, ahol nem volt meg a megfelelő versenyhelyzet a csapaton belül. Ráadásul az edzőmérkőzéseken is tudtak olyat produkálni, ami feljogosítja őket arra, hogy a kezdőben kapjanak szerepet már most a következő haladás elleni szombati mérkőzésen is. Egy ideig lebegett össze, hogy esetleg lesz lészámemelés az NB1-ben, kiderült, hogy nem lesz, két csapat mindenképpen búcsúzik. Ha fogadni kellene arra, hogy Kisvárra jövőre is NB1-es lesz, milyen tétben merné most fogadni? Nem tartom jó ötletnek a fogadás, viszont én nagyon bizakodó vagyok. Valóban nem lesz lészámemelés, a következő szezonban sem várható még ez. Ugyanakkor rövidesen ez az időszak is el fog jönni, amikor a 16 csapattal kell majd a bajnokságot már megrendeznünk. Mi szeretnénk akkor is majd az évvonalbeli tagságunkat megőrizni. Azt jelenti, hogy legalább 2 évig tervezünk még itt, hogy a következő évet ugye említettem. Én azt gondolom, hogy az őszi szereplésünk feljogosított minket arra, hogy ilyen erősítéseket hajtsunk végre, és teljes mértékben megvan az alapunk arra, hogy a következő évet az NB1-ben folytathassuk. Nagyon nagy csata lesz minden egyes mérkőzés. Nagyon nemes riválisaink vannak. Én azt érzem, hogy legalább 3 csapat van még, aki azonos erősségű, mint mi, vagy 4 is. Nyilván nekik most több pontjuk van, előnyben vannak, de én ott bízom benne, hogy a tavasz során egy olyan sorozatnak lehetünk majd a tanulni, mint amivel befejeztük az őszt, és akkor egy szép nyár elé nézünk majd. Mint az egyik új igazolás vagy jelen a szurkolói ankéton, úgyhogy ennek a klubnak a játékosa voltál viszonyos egy hosszú sérülés után, vagy végig bíztál abba, hogy lesz még lehetőséget megmutatni Kisvárdán, hogy mit tudsz? Megmondom őszintén, hogy nehéz volt ez a fél év, de úgy voltam, hogy úgy készültem, hogy ha felépülök és egészséges leszek, akkor talán sikerül egy szerződést kicsikarnom. Ezt köszönöm is a klubnak a bizalmat, meg a Révész Attilának, hogy kaptam egy szerződést, igyekszem majd meghálálni tavasszal a bizalmat. Végig csináltad a csapattal a felkészülést, milyen erőben, milyen formában vagy, mennyi idő kell még, hogy 100%-os teljesítményre légy képes? Nyilván sajnos ez a 80 nap azért nem múlt el nyomtalanul, de csináltam a dolgot rendesen, keményen edzettem, eljárt plusz munkát is végzek. Én azt gondolom azért még egy 2-3 hét kell, hogy azért teljesen utolérjem magamat. Nyilván az, hogy milyen formában tudok teljesíteni, az majd eldönti ugye a játékpercek alapján, hogy mit fogok nyújtani. Szeretném minél visszanyerni a formámat. Nem volt túl sok idő a felkészülésre, hogy látod, sikerült elvégezni az alatt az egy hónap azt a munkát, amit elterveztetek? Nagyon szokatlan volt ez a rövid időszak, nem vagyunk hozzászokva, nem is nagyon tudom előszedni így a múltamból sem, hogy mikor volt ilyen rövid felkészülésre lehetőség télen. Hát én úgy gondolom, hogy ebbe beletettünk egy kis munkát, beletettünk egy külföldi utat, és hazajövetel után pedig amennyi belefért 2 előkészítő mérkőzés. Én úgy gondolom, a Mihajlovc ellen már egészen jó futballoztunk. Azt mondom, hogy az igazolásaink sem sikerültek most rosszul, úgy érzem, hogy többek leszünk most, mint tavaly voltunk, de ezt természetesen be kell bizonyítani eredményekben. Én úgy gondolom, hogy önbizalommal nézhetünk az első mérkőzés elé és a többi elé is. Mi megtettünk mindent, amit tudtunk, biztos vagyok benne, hogy az ellenfeleink is készülnek. Egy nagyon jó mérkőzést várok és jó eredményt. Ugyanezt a focit fogja játszani a Kisvárda, mint az utolsó őszi fordulókban? Végül is próbálkoztunk egy pár dologgal, megmondom őszintén, itt a szakmai stáb összedugtuk a fejünket, kerestük azt a megoldást, amiből a decemberitől előre lehet lépni egy kicsit, viszont ezt teljes mértékben meghatározzák az átigazolásaink, illetve az igazolásaink, nem az átigazolásaink, és úgy érezzük, hogy talán, amit gyakoroltunk labdaszerzés után támadó játékban, úgy érzem, hogy többek leszünk. Ez azt jelenti, hogy ha stabil a védekezésünk, akkor meg lesz az esélyünk arra, hogy minden mérkőzésen eséllyel lépjünk pályára, és próbáljunk pontokat szerezni.
a szombathelyi mérkőzésen egy esetleges győzelemmel, kis túlzással akár le is lehetne végre szakítani a haladást, ebből indultok ki, vagy pedig abból, hogy idegenben az egy pont is nagyon sokat számít, főleg egy olyan csapat esetében, amelyek minden pontra szüksége van. Mind a kettő benne van, Én nagyon-nagyon szeretném, ha meg tudnánk nyerni a mérkőzést, mert akkor én is azt mondanám, jó, nem lehet kimondani, meg nem is akarom, de egyel kevesebb gondunk lenne. A döntetlen eredmény sem rossz, de azt szokták mondani, hogy aki döntetlenre vagy X-re készül, az elveszíti a mérkőzést, úgyhogy mi mindenféleképpen szeretnénk nyerni. De lesz ott egy ellenfél, felkészülünk, még itt az utolsó napokban, ami még egy kis finomítás van hátra, azt megcsináljuk, és én azt mondom, hogy bízom a csapatban, bízom a kollégákban, ahogy felkészültünk, és nagyon bízom benne, hogy eredményesen tudunk indulni. Két pontos győzelmet arazott a Vasas otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a negyedik negyedben 15 pontos hátrányból fordítva 82-80-ra nyertek a fővárosban. Sok minden szép a kosárlabdában természetesen, de az is az, hogy az utolsó pillanatig lehet küzdeni, és néhány perc alatt meg lehet változtatni egy teljes mérkőzést, és nekünk szerencsére ez most pozitív irányba sikerült. Úgy gondolom, hogy a csapatnak nagy szüksége volt egy ilyen győzelemre is. Az első és a negyedik negyed a nyíregyházi csapaté volt, a középső kettő a hazaiaké. Minek köszönhető, vagy mi miatt volt ez a hullámzás? Úgy gondolom, hogy egy picit előjött az, ami alapvetően a problémánk is szokott lenni. Ha elkezdünk játszani, és jól játszani, és kialakítunk egy előnyt, akkor azt nagyon könnyen el tudjuk herdálni, mert úgy gondoljuk talán, hogy ez a mérkőzés meg lesz, ez könnyebb lesz, és innentől kezdve már minden sinem van. Aztán, amikor adunk egy kis lélegzetvételnyi esélyt az ellenfélnek, akkor ők megfogják a ritmust, és amikor ritmusban jön egy csapat, akkor nagyon nehéz ezt megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban nem volt megfelelően kemény a védekezésünk, engedtük a Vasasnak, hogy azt játssza, amit ő szeret, és ezzel kicsit összezavartak minket. A negyedik negyed közepétől, vagy a negyedik negyed elejétől mondhatom azt, hogy akkor talán a játékosok is úgy gondolták, hogy itt nincs más választás, le kell hozni mindent, amit csak lehet, és akkor megváltozott a játék képe, a védekezésünk sokkal jobb lett, labdákat szereztünk, és azok a könnyű kosarak, amik indításból születtek, persze extra kosarak is voltak, mert három pontos faltal együtt, tehát négy pontot sikerül egy támadásban szerezni, azért mindig szükséges, de a lényeg, hogy a könnyű kosarak megszerzésével át tudtuk fordítani ezt a találkozót a mi javunkra. A hétvége nem lesz meccs, aztán viszont következik két bajnoki, majd a HEP Kupa 4-es döntő. Jól jön most ez a kis szünet, vagy pedig ugye jó szériában van a csapat, jobb lett volna, ha marad a szokásos heti ritmus? Én szeretek mérkőzést játszani, és örültem volna neki, hogyha van mérkőzés természetesen, de nem lesz olyan távoli ez, hiszen a következő hét elején, közepén már a következő mérkőzés érkezik. Utána a fiatalokkal Szolnokra fogunk utazni EJBL mérkőzésre, ahol négy mérkőzést kell játszani két nap alatt, ami egy húzós ritmus lesz, de úgy gondolom, hogy úgy kell felfogni a mérkőzéseket, mintha edzésen lennénk, és az edzéseink is kemények szoktak lenni, úgyhogy nem lehet ez probléma, majd pedig érkezik hozzánk a nagykörös vasárnap. Jó az, ahogyan említettem, mérkőzéseket szeretünk játszani, és hadd jöjjenek csak sorban a találkozó. Egy idegenbeli győzelem mindig értékes, és gondolom ez a Vasas elleni két pontos siker még inkább értékes tekintve, hogy az utolsó negyedben mínusz 15-ről jöttetek vissza, és nyertétek meg a meccset. Így van, nem akármilyen lökést adhat ez nekünk a továbbiakban, remélem is, hogy így lesz. Azt tudni, hogy a Vasas pálya mindig nehéz játszani, ráadásul idén egyik nagyobb csapat sem tudta még őket, vagy egyik nagyobb csapatot sem tudták elkapni, pedig ez jellemző volt rájuk az elmúlt években. És én tartottam picit a meccstől, az elején jól kezdtünk, de aztán a két középső negyedbe be is igazolódott a félelmem, és a negyed-negyedben hál' Istennek, bár 15 pontos hátrány nem sok esélyt adtam magunknak, megmondom őszintén, összekaptuk a védekezést, jött pár extra kosár, és meg tudtuk fordítani a meccset. Miből lehet ilyenkor erőt, hitet meríteni? 7 perc volt hátra, és 15-tel ment a Vasas. Igazából kimenni, és megpróbáltunk nagyobb nyomást helyezni a labdára, próbáltunk agresszívabbak lenni, és szerettük volna, hogy a Vasas hibázzon, és abból esetleg gyors kosarakat tudjunk szerezni, ami meg is történt, illetve egy-két külső dobás beesett, ami a második, illetve a harmadik negyedben abszolút nem. Ha jól emlékszem, az első negyedben dobtunk 3-3-as, meg a végén megint 3-at. Ebben reménykedtünk, és így is történt, hál' Istennek.
A héten nincs meccs, viszont jövő héten van két hazai mérkőzés, az MTK-t Örök Bálint és a Nagykörös ellen mindkettő nyerhető, aztán pedig következik a HEP Kupa 4-es döntő. Lehet, hogy ezzel a Vasas elleni sikerrel leindult egy olyan sorozat, aminek valami szép lesz a vége. Pontosan ezzel volt nagyon vízválasztó számunkra, mert ezzel most már negyedik győzelmünket aratunk zsinórban, és tudtuk, hogy ez tűnik még olyan meccsnek, ami papíron nehezebb, bár nem lebecsülve az MTK-t meg a Nagykörös, hiszen az MTK most kifejezetten jó formában van, és mind a kettő biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz itthon, mert a kötelező győzelmek ugye mindig a legnehezebbek, de bízom benne, hogy ezt a 4-es győzelmi szériát ezt 6-ra tudjuk lúzasztani, és a HEP kupára tele önbizalommal tudunk oda menni Győrbe, és remélhetőleg a legfényesebb éremmel hazatérni. Hogy működik a kapcsolat közted és az új amerikai légiós között? Nem régen van még itt ő sem. Te az legutóbbi hazai meccset kihagyta egy kisebb sérülés miatt, olyan sokat még nem játszottatok együtt. Igen, Mike nagyon jó srác egyébként a pályán kívül is, tehát hamar beilleszkedett, nem volt ezzel gond. A pályán pedig én szeretek vele játszani, sokan nem tudták, hogy most akkor ő is irányító, én is irányító, de nem volt ebből eddig probléma, és nem is lesz. Hogyha éppen nálam a labda, ő mondja be a figurát, ő hív játékot, mindig nézzük, hogy ki van, kit fog esetleg gyengébb védő, vagy ki van előnyösebb helyzetbe, és ahhoz próbálja igazítani ő is, vagy én is a játékok hívását, illetve hogy a tehermentesíteni is tudjuk egymást, hogy egyikünk a padon, a másik pedig fent a pályán. A forduló további eredményei a következők: MTK Török Bálint BKG prímese 59-76, Budafok Nagykőrös 85-66, Budapesti Honvéd Bonyhát 91-80, Mavc Miskolc 99-67 és Békés Veszprém 81-111. A tabella élén a Veszprém áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 16-1-es mutatóval rendelkező Mavcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 11 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja a folytatást. A Cápák ezen a héten nem játszanak bajnoki meccset, a jövő héten viszont két mérkőzés is vár Busi Ivánékra, kedden az MTK-t Örök Bálintot, vasárnap pedig a Nagykőrös fogadják a nyíregyházi kosarasok. Vasárnap idegenben a Budaörs ellen kezdi a tavaszi szezont a Nyíregyháza Spartakusz, amely az éveleje óta Zorán Spicsiák vezetőedző irányításával készül a bajnoki folytatásra. Sok mindent sikerült elvégezni ebbe a négy és fél hétbe, mert igazából a január 3-ától kezdve 26 napot tudtunk teljes mértékben edzeni, 53 edzésnek véget értünk, úgyhogy sok munkát tudunk végezni, elsősorban a játékstílust, amit akartuk beépíteni, elkezdtük egy folyamaton, és ez nagyon jól úton van, meg jó halad. A másik oldalon a játékos beilleszkedés, a keret kialakítás folyamatban van, sok csapat egység, ami nagyon fontos volt, hogy ezekbe a hetekbe próbáljuk összekovácsolni minél jobban, fiatal játékos a beépítése, fiatal játékos megértése az, hogy mi a feladat az első csapon és a felnőtt futballban, ugyanúgy extra munkát, amit kellett velük végezni. Sok-sok munkát végezett a csapat, és azt mondom, hogy nagyon sokat a stáb is, nagyon sokat dolgozott, hogy ez létrejöjjön. Úgyhogy azt mondom, nagyon pozitív és jó a benyomások ebbe a 4,5 hétbe, ugyanúgy a meccseket, amiket lejátszottunk, igazából a végén nem tudtuk a pontot az íre tenni, mert ott a szerb és az orosz ellenfél kellett, hogy legyen, de az időjárás miatt nem tudtuk lejátszani. A két kazaki meccs, ami igazából főpróba volt nekünk, azt mondom, hogy azon a meccsen, mind a két meccsen a csapat megmutatta egy igazi karaktert, egy olyan karaktert, amelyik nem adta fel, ami küzdött, szenvedett, teljes mértékben uralta a meccset, több helyzetet kialakítottunk, és lehetett volna még egy-két góllal is ezt lezárni, de mindenféleképpen nagyon hasznos volt, ugyanúgy a fiatal játékos is megmutatta, hogy igen, tud azon a szinten futballozni, játszani, és tud eredményes lenni. Pekár László személyében egy kulcsember távozott, és nem lesz tavasz a Dragonel Filip sem. Csapaton belül sikerül-e megoldani a pótlásukat? Ez minden bizony a némi átrendeződést is von maga után, akár a csapat hierarchiában is. Mindenféleképpen, amikor ilyen játékosok távoznak, mint Pekár meg Dragonel, azok egy kiemelt játékosok voltak ebbe a keretbe. Érinti a csapatot, meg érinti az összes dinamikát a csapaton belül, de ugyanúgy
úgy meg én úgy szoktam mondani, hogy egy ajtó zárkodik, a másik nyílik, és ebben az esetben is úgy van. Elsősorban a fiatalok kapták meg az első opciót és az első lehetőség, hogy mutassák meg, hogy mire vannak képesek, és tudják-e ő lehet pótolni ezt. Meg ugyanúgy nézik a piacon is, meg keresik azokat a játékosokat, de olyan játékosok, akik kulcsjátékosnak vagy erősítésnek, kezdőjátékosnak számítunk, úgyhogy nem akarunk csak keretet bővíteni két vagy három játékosra, hanem erősítést keresünk, és nézzük, hogy kik azok, akik beleférnének a mi koncepcióba és mi játékunkba. Egy jó tavaszi rajt akár az egész tavaszra hatással lehet, milyen meccsre lehet számítani a Budaörs ellen? Nagyon nehéz meccs vár ránk. Tudjuk, hogy Budaörs egy jó összetett csapat, egy jó összerakott, egy csapat, amelyik jó áll a tabellán, sok pontot gyűjtött az első részben a bajnokságban, de ugyanúgy azt mondom, nekünk is vannak kvalitásuk, amelyeket föl kell hozni maximumra, ki kell használni, rá kell készülni, ki kell elemezni a Budaörsnek teljes mértékben az, hogy mi az erejük és mi a gyengeségük. Arra kell ráépíteni egy taktikát és egy stratégiát, és abból kell próbálni maximumot kihozni. Mindenféleképpen mi szeretnénk három pontot gyűjteni, de azt mondom, ha ponttal is jövünk, avval is meg kell elégedni ebbe a pillanatba, de mondom, a csapat, a fejünkbe, a hozzáállásunk, a gondolkozásunk, az a három pont lenne az az optimális és a legjobb, amit szeretnénk elérni. A törökországi jó időből csöppentetek vissza a magyarországi télbe. Milyen volt a kint eltöltött két hét, mennyire volt hasznos, hogy érzed? Hát azt nem mondanám, hogy a jó időből jöttünk vissza, mert az utolsó két napon óriási viharok voltak, úgyhogy edzőmeccsek is maradtak el, de összességében nagyon hasznos volt az edzőtábor. Fülön tudtunk edzeni, ami nagyon pozitívum, jó csapatok ellen játszottunk, első osztályi csapatok ellen játszottunk, új mesterünk is van, úgyhogy általa vélt taktikát is tudtuk gyakorolni, úgyhogy összességében nagyon hasznos volt az edzőtábor. A tervezett 6 meccs helyett 4-et játszottatok különböző stílusú erőséggel ellenfelekkel szemben. Mennyire lesz ez a 4 meccs hasznos a tavaszt illetően? Az biztos, hogy hasznos lesz, hiszen a meccseken tudjuk a legjobban gyakorolni azokat a dolgokat, amik ugye a bajnoki mérkőzéseken is fontosak lesznek. Játszottunk egy román első osztályú csapattal, aki azért jó erőt képviselt, sajnos kikaptunk ellenük. Utána ugye játszottunk két kazah első osztályú csapat ellen is. Mind a kettő nagyon jó erőt képviseltek. Ugye az egyik ellen kikaptunk, a másikat viszont sikerült megvernünk, ami szerintem óriási fegyvertény. Azon a meccsen játszott a legjobban a csapat. Védekezésbe, támadásba is mindent végrehajtottunk, amit a mester kért. Hát igen, sajnos elmaradt két edzőmeccsünk is, ami ugye a bajnoki meccs előtt a főpróba lett volna, ami kár volt, hiszen mindenki a 90 perces mesterrel is jutott volna. De ugye már is lett rendezve egy edzőmérkőzés, úgyhogy mai lesz a igazi erő főpróba a bajnoki meccs előtt. Két hét külföldön összezárva elég hosszú idő. Mennyire tett jót ez a csapat kohéziónak? Szerintem igazából idáig is jó volt a csapategység, de ez a két hét csak jobban összehozta a társaságot, úgyhogy a csapategység az biztos, hogy nem lesz probléma a előttünk álló tavaszi szezon során. Idegenben kezdtek, Tatabányán a Budaörs ellen milyen mérkőzésre számítasz? Az biztos, hogy a pálya az nem fogja megkönnyíteni a csapatok dolgát. Nagyon nehéz meccs lesz. A Budaörs az évek óta egy nagyon masszív kis társaság, nagyon nehéz ellenük játszani, egy nyílt futballt játszanak, letámadnak, labdakihozatalokat mindig megnehezítik, de úgy készülünk, hogy a három pontért fogunk utazni. Nem lesz könnyű, de én úgy gondolom, hogy nyerni fogunk. 25 csapat részvételével rendezték meg Kisvárdán és Nyíregyházán a 4. Junior Kupa nemzetközi kézilabda utánpótlás tornát. A fiatalok 4 korosztályban mérték össze tudásukat. Nagyon jó színvonalon sikerült megrendezni egyébként ezt az utánpótlás tornát. Eljöttek a csapatok nagy része, akiket meghívtuk, és a határon túli magyarok egyébként, és a határon túli csapatok nagyon jó játékerőt képviselnek. Ebből kifolyólag nagyon küzdelmes, nagyon színvonalas mérkőzéseket láthattunk. Milyen volt a visszajelzés a csapatvezetők, edzők részéről? Már a helyszínen is egyébként sokan gratuláltak nekünk, de azóta már újabb és újabb e-maileket kaptunk, amiben nagyon jól érezték magukat, ezt fejezték, és
Egyébként most a Facebook oldalokon is látható az, hogy egyébként a gyerekek folyamatosan mosolyognak, és folyamatosan nézik ezeket az oldalakat, az eredményeiket. Hogyan szerepeltek a megyei érdekeltségű csapatok? Az idén beszámoltok arról, hogy sokkal jobb helyezést értek el, mint az elmúlt években. Nagyon jól szerepelt egyébként a Hajdunánás csapata, bár az egy szomszédos megyebeli, de a Kölcsei tudom megemlíteni, aki harmadik helyen végzett, de a Fehérgyarmat is nagyon, és a Kisfede is szépen szerepelt. Nem csak a játékosok, a játékvezetők is vizsgáztak, ők hogyan szerepeltek? Nagyon jó mérkőzések voltak, nem voltak igazán problémás mérkőzések. Nagyon fair play-ben, szellemében játszottak a csapatok. Ennek egyébként nagyon örültünk, hiszen a tornának nem csak az a célja, hogy a határon túli barátságokat, sportbarátságokat mélyítse, hanem az, hogy megtanítsa a gyerekeket abban, hogy nemes küzdelemben tudják elérni a céljaikat. Utánpótlás fronton a közeljövőben várható-e valamilyen esemény megyei szinten? Most lezajlott ez a torna, nemzetközi utánpótlás torna, most utána ezzel egy időben egyébként diákolimpiai küzdelmek voltak, úgyhogy most egy csendesebb időszak következik nekünk. Nagyon szeretnénk nyáron egy strandkézilabda tornát megrendezni, úgyhogy elsősorban ezekre koncentrálunk. A legközelebbi sportesemény egyébként, amire meghívást kaptunk, a serdülő válogató lesz, február 13-án a Bencs iskolában lesz, és nagyon reméljük, hogy itt majd jól fognak teljesíteni a megyei versenyzők. Második idei bajnoki mérkőzését is megnyert a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK idegenben verte 6-2-re a Gyula csapatát. Ez korán sem volt annyira sima mérkőzés, mint ahogy az a végén kialakult, ugyanis fejfej mellett haladtak a csapatok az első két párok során. Rögtön az első szedben a Mogyorósi Péternek sajnos nem sikerült megszerezni a csapatpontot, a harmadik szedben azt lehet mondani, hogy eldőlt a párharcuk, viszont mellette a Fejér Bélának az 544 fával magabiztosan, folyamatosan sikerült begyűjteni a csapatpontokat, és már így alakulhatott ki, hogy egy-egyre ugyan, de mégis 23 fával vezetni tudtunk, és a középső sorban volt igazából egy nagyon fontos pontszerzés, ami a Szolyka Miklósnak 499 fával sikerült, és plusz 4 fával mentünk fel a Hakker Dezsővel már a zárósorra, de ekkor látni lehetett, hogy már csak egy szettpontra van szükségünk, illetve a csapatfát kell megtartanunk. Hát ez sikerült a Dezsőnek mindenképpen, illetve jó magamnak is megszerezni, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban diadalmoskodni tudtunk, és a végére egy könnyed mérkőzés kerekedett ki ebből a párharcból. Hogyan kezelik a játékosok azt a helyzetet, azt a nyomást, hogy nem nagyon lehet hibázni sem itthon, sem idegenben, ha a feljutást el akarjátok érni? Hát mindenképpen minden párharcra koncentrálni kell az éppen pályán lévő játékosoknak. A végeredmény meg úgy vagyunk vele, hogy majd csak kialakul, tehát mindenképpen a fontos párharcokat kell megvívnunk. Végül is lehet mondani, hogy Gyula ellen is fejfej mellett haladtunk, és a Hakker Dezsővel az utolsó etapok egyikében, ugyanis a harmadik szedben sikerült két vára fektetni a Gyula csapatát, Dezsőnek egy 60 fás szériát sikerült pluszba hozni, amíg nekem egy 30 fást, és ott dölt el igazából, ami még azt lehet mondani, hogy a zárósorban egyáltalán nem lehetett tudni, hogy melyik csapat fog diadalmaskodni, tehát mindenképpen idegenben nagyon nehéz feladatunk van, de bízunk benne, hogy hazai pályán könnyedebb meccseket fogunk játszani, és reméljük, hogy majd a ellenlábasaink előbb-utóbb majd botlani fognak, nekünk pedig fejben valóban el kell viselni a tétnek a súlyát, és mindenképpen a céljaink felé kell haladni, majdnem azt mondom, hogy 100%-os teljesítménnyel innentől kezdve. Ismét hazai mérkőzés következik, lehet azt mondani, hogy a szank legyőzése kötelező feladat. Hát hazai pályán nem lehet más kérdés, akármilyen csapat látogat hozzánk, ez természetesen a szank ellen sincs másképpen. Ott sikerült egy nagyon jó csapatfával diadalmaskodnunk. A szank azt lehet mondani, hogy a hátsó alakzat csapatait erősíti, azonban most egy meglepetés győzelmet aratott most otthon, egy kiélezett mérkőzést tudott maga javára fordítani, úgyhogy mindenképpen fel lesznek dobva majd a vendégek is, de én úgy gondolom, hogy ha hozzuk a magunk játékát, ezzel a gárdával végre elérnénk már hazai pályán a 3400 fás álomhatárt, akkor semmiféle gondunk nem lenne a mérkőzés végkimenetelét tekintve. A színvédő Ibrányese sikerével zárult a 6. Nyíregyházi kupa teremlabdarúgó torna. A második helyet a Balkány szerezte meg az Apagy és a Tarp előtt. Nagyon jó színvonalú teremtornán vagyunk túl, minden probléma nélkül lezajlott az utolsó kör, és időben megérkeztek a csapatok. Percre pontosan tudtuk kezdeni a mérkőzéseket, sőt a végére még egy pár perccel hamarabb is el tudtuk kezdeni a döntőt. Nem volt sérülés, ami nagyon fontos. Izgalmasan alakult az A csoport küzdelme, hiszen ne felejtsük el, hogy az A csoportban 3-6 pontos csapat végzett az első három helyen, és itt ugye a versenykiírás értelmében az egymás közti ugye mini tabella számított, az egymás közti eredmények, és ugye így játszhatta a Balkány a döntőt.
Érdemes megjegyezni, hogy 17-18 másodpercre a vége előtt rúgta a Balkány az Apadynak azt a gólt, amivel végül így megelőzte az Apadi csapatot. Az Apad játszott így a harmadik helyért. A másik csoportban a címvédő Ibrány maga biztosan menetelt. Annyi, hogy az utolsó csoport mérkőzésen azért a Gyulaháza egy 0-0-ás döntetlen tudott vele játszani, de ennek ellenére is az Ibrány jutott a döntőbe, a Tarpa pedig játszott a harmadik helyért. A harmadik helyért játszott mérkőzés az egy nagyon izgalmasan alakuló találkozó volt, hiszen a tarpaiak két góllal is vezettek, de az Apad Maris Gabi vezetésével megfordította a mérkőzés és megnyerte végül. Az Apad, aki szinte mindig bejut a Nyíregyházi kupa 8-as döntőjében, most így a harmadik helyen végzett, a döntőbe pedig az Ibrániak címvédőhöz méltóan az első perctől kezdve kézben tartották a mérkőzést, az első percben megszerezték a vezetést, és végül 4-0-ás győzelmet arattak a Balkánnyal szemben. Egy bejáratott tornáról van szó. Mik a visszajelzések az edzők, csapatvezetők részéről, mennyire illeszik ezbe a felkészülésükbe? Én azt veszem észre, évek óta ugye azt halljuk vissza, hogy a megyeketes, megyehármas csapatoknak ez nagyon jól jön, ez a teremtorna, hiszen általában ezzel a teremtornával indítják el a téli felkészülési időszakot. Ez az év, ez most különösen jól sikerült, és jó visszajelzések voltak, hogy kevesebb csapattal rendeztük meg helyszínenként, ugye 5 csapattal a selejtezőket, a középdöntőket 4-jel, hiszen ez azt jelenti, hogy nem reggeltől estig kellett ott lenni egy helyszínen, és a vége nem fulladt unalomba, hanem tényleg minden mérkőzésnek tétje volt. Megy egyes csapatok pedig értelemszerűen valaki komolyabban veszi a kis pályát, a teremtornát, valaki nem olyan komolyan, ugye a megy egyes csapatok közül azért jó pára nem is neveznek, nem is szoktak erre a teremtornára, aki viszont nevez, azért azt komolyan veszi, hát jól mutatja, hogy azért itt is a legjobb 4-ben 3 megye egyes csapat versenget. Pozitívak voltak a visszajelzések, ugye azt hiszem, hogy sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre megrendezzük a 7. Nyíregyházi kupát is. A terem torna véget, ért viszont elkezdődött a műfős nagypályás torna. Hány csapattal ez gyakorlatilag a bajnoki folytatásig tart ez a torna? Igen, egészen pontosan ugye a megye egyes bajnoki rajt előtti hétvégén zárul. 7. alkalommal rendezik meg ezt a nagypályás műfős szabadtéri tornát, és most 50 csapatnak írtuk ki 4 helyszínen, Kisvárda, Tarpa, Nyírbátor és nyíregyházi helyszínekkel. Nagyon fontos majd a nyíregyházi csoportban szereplő csapatoknak, hogy amikor készülnek a mérkőzésre, azért nézzék meg az aratbankot, hiszen ugye valamikor a stadionban, valamikor az örökösföldi műfős pályán fognak játszani, de minden csapat december 20-án készhez kapta egyébként a sorsolást. Az 50 csapat összesen 100 felkészülési mérkőzés fog játszani. Én azt hiszem, hogy jól fogja a felkészülésüket ezt mindenféleképpen ez a torna szolgálni. Ráadásul ugye minden csapat fog játszani 4 mérkőzést, és megpróbáltuk őket ugye olyan csoportokba rakni, amik körülbelül hasonló erősséget képviselő csapatok, tehát ilyen kiki meccseket játszhatnak, ami az adott bajnokságba ugye majd jól fog jönni a tavaszi folytatás előtt. Fél idejénél tart az átigazolási időszak. Milyen a mozgás, milyen a játékos mozgás? Egyelőre, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy Szabolcsban mindig nagy a játékos mozgás, egyelőre egy kicsit kisebb a játékos mozgás a labdarúgás szakákban, mint amire számítottunk. Most ugye a futszál szakákban nagy a mozgás, nem átigazolása, hanem új igazolása, ez annak köszönhető, hogy a futszál korosztályos bajnokságok, tornák is beindultak, az U11-től egészen az U20-ig, és ugye nagyon sok olyan csapat nevezett, főleg a kisebb korosztályba, akinek eddig még nem volt futszál szakága, így ugye oda le kell igazolni a játékosokat, tehát ezeket az új igazolásokat készítik a kollégák. Labdarúgás szakákban egyelőre csendesség van, természetesen történt egy-két nagyobb átigazolási hír, de azt kell mondanom, hogy szerintem a java még hátra van, viszont az is igaz, hogy nagyon sokan azért nem tudnak eligazolni, mert el szeretnének, de a csapat nem engedi el őket, ugye erről beszéltünk a téli átigazolási időszakban, az átadó klubnak is bele kell egyezni az átigazolásba. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!